Sátrakkal és egészségügyi műszerekkel telik meg szeptember 5-én szombaton a templom tér. Kispestre települ ugyanis a Richter egészségváros. A szervezők több mint 30 sátorban 150-200 felkészült segítővel, ingyenes szűrésekkel, egészségügyi tanácsadásokkal és ismeretterjesztő előadásokkal várják az érdeklődőket. Egyebek mellett csontsűrűséget, koleszterin és vércukorszintet mérnek, lesz melanoma, prostata, demencia és éleslátás szűrés is, de részt lehet venni szív- és érrendszeri kockázat felmérésen vagy érszűkület vizsgálaton is. Most bárki elvégeztetheti a régóta halogatott vagy a várólista miatt régóta várt szűrővizsgálatait ingyen. A szervező cég, a Richter Gedeon, mint képviselőjük az esemény sajtótájékoztatóján elmondta, a megelőzés mellett az egészségügyi intézmények fejlesztését is fontosnak tartja, ezért a Kispesti Egészségügyi Intézetet is támogatják. Ebben a jelenlegi járványügyi helyzetben nagyon-nagyon sok szabálynak és szabálynak kell megfelelnünk, mi ezt minden egyes eszközzel, illetve tényleg jelenléttel mi ezt biztosítjuk, de mivel hogy egy programelemek közül egy-kettőt ugye el kellett hagynunk, többek között a színpadi programot, vagy amit ugye korábban még egyeztettünk az egészségsétát, ezért a Richter vezetőség azt a döntést hozta meg, hogy a korábban 2 millió forintos alapadományt megemeljük további 1,5 millió forinttal, és ezért maga az egész programsorozat 3,5 millió forint alapadományról indul, és akkor a nap folyamán a lakosok részvételének számával és aktivitásával tudjuk ezt növelni, hiszen minden aktivitás további 300 forintot ér. Vagyis minél többen vesznek részt az eseményen, annál több támogatást kap a Kispesti Egészségügyi Intézet. Az alapadomány összegét a programon résztvevők úgy tudják növelni, hogy minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért adománypont jár, és a Richter pontonként 300 forinttal megemeli az alapadományt. A résztvevők egy pontgyűjtő füzetet kapnak majd, amelyben van egy csippel ellátott felület. Ezt kell majd leolvastatni minden meglátogatott sátornál. Az egészségvárosok sorában most először arra is lesz lehetőség, hogy online kövessék az előadásokat. Regisztrációval pedig online is lehet pontokat, azaz 300 forintokat szerezni az adománycél eléréséhez. Gajda Péter polgármester szerint a Richter programja jól illeszkedik a kerület terveihez, hiszen az önkormányzat a járványhelyzetben sem mond le az egészségügyi fejlesztések folytatásáról. Hamarosan új helyre, korszerű körülmények közé költöznek a házi orvosok a szakrendelő épületéből, és elkezdik az egynapos sebészet kialakítását is. Talán az egyik legfontosabb fejlesztésünk volt, amit pont egy évvel ezelőtt adtunk át igazgatóasszonnyal, az egészségügyi intézet fogadóterének a teljes felújítása, átalakítása, és úgy látom még így a vírusjárvány közepette is, hogy ez egy nagyon fontos, és a kispestiek számára is kiemelkedő beruházásunk volt. A szűkös források ellenére mi akkor is azt ígértük, hogy az ilyen típusú fejlesztéseket nem állítjuk le és folytatni fogjuk ebben az évben, illetve a következő évben is. Nagy öröm volt számunkra az is, és ebben is kiemelkedő szerepet játszott az egészségügyi intézet vezetése, hogy az Egészséges Budapest tér program keretében a fővárosi kerületek közül Kispest önkormányzata nyerte a legnagyobb támogatási összeget, közel 1 milliárd forintot ebből az alapból, és ezért is mondom én, hogy ez az év, illetve a következő év az egészségügyi fejlesztések éve lesz, hiszen itt is az egynapos sebészet kialakításával egy nagyon jelentős állomáshoz érkezik majd az egészségügyi intézet és Kispest önkormányzata is. A Richter adományából az egészségügyi intézet a szemészeti szakrendelés műszereit korszerűsíti. A tervek szerint szemészeti ultrahang készüléket és OCT gépet vásárolnak. Az intézet vezetője azt mondta, dolgozóik is részt vesznek a rendezvényen, ő maga például demencia szűrést végez majd. A koronavírus járvány terjedése miatt azonban odafigyelést és egészségügyi előírások betartását kéri mindenkitől. Mint mondta, ha mindenki betartja a szabályokat, bárki nyugodtan részt vehet a programokon. Mindenki részéről a maximális odafigyelés, felelősség, fegyelmezettség a védőóvó rendelkezések, rendszabályok betartásával segíteni fogja meggyőződésem szerint. Tehát mi magunk részéről is mindent el fogunk követni. Volt erre fél évünk, ezt gyakoroltuk, ezt nagyon-nagyon szigorúan veszi az intézetben mindenki, ezt mindenki
jelenlévők közül is igazolhatja, oda belépés csak a triázson keresztül, hőmérőzéssel, maszkviseléssel, és ugyanez lesz kint a helyszínen is. Az eszközöket mindenhol rendszeresen fertőtlenítik majd, kézfertőtlenítőket is kihelyeznek. Emellett pedig kötelező lesz a szájmaszk és a 1,5-2 méteres távolságtartás. A Richter Egészségváros programot szeptember 5-én tartják tehát a templom téren.